Vajon lehet-e egy géllak rákkeltő? Most mondhatnád, hogy micsoda hatásvadász cím ez, kérem szépen. Hát nyilvánvalóan, Laci, azért adtad ezt a címet, hogy minél több figyelmet kicsikarj magadnak az előadásod részére, de már most szeretném a legelején leszögezni, hogy a cím egyáltalán nem hatásvadász, a legkevésbé sem túlzó, és bizony van realitás alapja, nem is kevés. Szóval a kérdés az, vajon lehet-e rákkeltő egy géllak? A nagyon rövid válaszom erre a kérdésre pedig az, hogy nem. És most mindenki megnyugodhat, ugyebár hátradőlhetünk a kanapén, az izzadság cseppeket lesöpörhetjük a homlokunkról, becsapjuk a sarokba, és mindenki megnyugszik a csába, mert hát ugye most már nyugodtak vagyunk. Hát egy ideális világban ez így működhetne is, csak a helyzet az, kedves hölgyek és urak, hogy rohadtul nem ideális világban élünk. És sajnos ez arra kényszerít engem, hogy egy picit tovább árnyaljam ezt a nagyon rövid válaszomat, és kicsit bővebben válaszoljam meg. Szóval a kérdés, lehet-e rákkeltő egy géllak? A válaszom az, hogy nem, abban az esetben, hogyha ezt a géllakot az uniós jogszabályoknak megfelelően hozták forgalomba, aminek egyik legalapvetőbb feltétele, hogy az adott géllakot beregisztrálták a CPNP rendszerbe. Hogy mi a CPNP rendszer, erről majd még később beszélni fogom, most csak annyit vigyetek el magatokkal, hogy ez egy alapkövetelmény, ami nélkül egyébként legálisan egy géllak, egy műköröm kozmetikum, műköröm alapanyag nem is lehet forgalomba az unió területén. De itt még nem állunk meg, ugyanis nem az egyetlen feltétele ez a jogszabályoknak, hanem az, hogy legyen biztonsági jelentés is az adott géllakhoz. Zárójelben megint nem összekeverendő a biztonsági adatlappal. Ugye a tavaszi Mystic Day-en, aki esetleg látta az előadásomat, az tudja nagyon jól, hogy a HEMA-free, hát ilyen marketing bullshitről húztuk le a leplet, és ott már egyébként beszéltem a biztonsági adatlapokról, aki egyébként nem látta, online elérhető, tehát egész nyugodtan tudja pótolni. De nagyon röviden elmondom itt is, hogy a biztonsági adatlap az ugyebár veszélyes termékekre kell, hogy készüljön. És a műköröm alapanyagok, és így például a géllak is, kozmetikumnak minősülnek a törvény szerint, és épp ezért a szabályozás alapján nem készülhet hozzájuk biztonsági adatlap, mert a kozmetikum az nem lehet veszélyes. Tehát a biztonsági jelentés az egy teljesen más sztori, hogy pontosan mi a tartalma, nyilván nincs időm elmondani, mint ahogy mondtam, a marketing vezetőnk igen szigorú az időkeret tekintetében, úgyhogy ezen most egy kicsit lapozzunk át, de hogy van harmadik feltétel is, méghozzá egy biztonsági értékelés, és kell, hogy készüljön termékinformációs dokumentáció is, amiben rengeteg adatot és információt meg kell adni, például koncentrációs tartományokat az összetevőkre vonatkozóan, vagy állatkísérletekre vonatkozó tesztek adatait, hogy egyébként nincsen, leginkább ezt, de természetesen ezt is bizonyítani kell, vagy a gyártási gyakorlatra vonatkozó információk, és többi, és többi. Szóval a lényeg az, hogyha mindez rendelkezésre áll, és be van jelentve a termék a CPNP rendszerbe, melyről, mint mondtam, még később említést fogok tenni, hogy pontosan mi is az, akkor nyugodtak lehetünk, az a géllak nem lehet rákkeltő. Csak hát, mint mondtam, nem éppen ideális világban élünk, és a helyzet az, hogy temérdek olyan műköröm alapanyag és géllak van jelenleg Magyarországon és egyébként az egész unióban piacon, amelyek semmilyen uniós jogszabálynak nem tesznek eleget, és semmilyen minimum követelménynek nem felelnek meg, amelyek egyébként azt hivatottak garantálni például, hogy az adott termék, az adott géllak véletlenül se tartalmazzon az emberi egészségre veszélyes, káros, tiltott összetevőket. Ugyanis rengeteg olyan összetevő és adalékanyag létezik, melyet az Uniós Bizottság az emberi egészségre veszélyesnek és károsnak minősített, éppen ezért ezeket kozmetikumokban, így tehát műköröm alapanyagokban és géllakokban is szigorúan tilos használni. Hogy miért? Hát azért, mert hogy ezek a tiltott összetevők jellemzően rákkeltő, mutagén és reprotoxikus, vagyis magzatra vagy termékenységre mérgező hatású káros vegyi anyagok. Egyáltalán nem vicc kategória. És most persze mondhatnátok, hogy ugyan már, Laci, mit kell ezen ennyit izgulni? Hát nagyon jól tudjuk, hogy ugyebár a műköröm alapanyagokat, ha rendeltetésszerűen használjuk és nem érintkezik a bőrrel, akkor nem képes felszívódni. Más kérdés, hogy egyébként nem biztos, hogy mindenki rendeltetésszerűen használja, de ettől most vonatkoztassunk el. Mert ugye a körömlemezen keresztül úgyse szívódik föl, hiszen az egy elhalt szagú réteg, ott nincs ilyen több problémánk, akkor most miért fontos ez, hogy milyen összetevők vannak benne? Hát a kérdés nem is lehetne aktuálisabb, ugyanis képzeljétek el, hogy
2024, tehát idén, februárban megjelent egy nemzetközi tanulmány, amit egyébként pont itt fogok a kezemben, egészen véletlenül, és ami abszolút ezt a kérdést vizsgálja, hogy vajon képesek-e felszívódni a műkröm alapanyagok rendeltetésszerű használat mellett. És egyébként nagyon hosszan taglalja az ilyen-olyan számításokat, van itt féle minden oszlopdiagram, ilyen-olyan képiábrázolás, tényleg elég bonyolult számítások, táblázatok, képletek, és a többi, és a többi. Nem megyek bele a részletekbe, mert valóban elég bonyolult, de a lényeget mondom. A tanulmány egyértelműen bizonyítja azt, hogy a műkröm alapanyagok rendeltetésszerű használat mellett is bizony képesek felszívódni, felszívódnak. Egész pontosan ez a tanulmánynak a bizonyítéka, felszívódnak a köröm lemezen keresztül is. És természetesen a felszívódás mértéke az függ az adott termék összetevőitől, a géllaknak van található adalékanyagoktól, ezek egymáshoz viszonyított arányától, és mondom, a kiszámítása rendkívül bonyolult, de a fő üzenet, amit most haza kell vinni magunkkal, az az, hogy 2024. februárja óta bizonyított, és ez most már nem kérdés innentől kezdve, hogy márpedig ezek a műkröm alapanyagok, zselék, akrilgélek, építőzselék, rubber base-ek, géllakok igenis képesek felszívódni rendeltetésszerű használat mellett is a körömlemezen keresztül. Na most mindebből én azt gondolom, hogy most már kezd körvonalazódni az eredeti kérdésemre a válasz, hogy vajon lehet-e egy géllak rákkeltő, de azért összefoglalom az eddig elhangzottakat. Alapvetően egy géllak nem lehet rákkeltő abban az esetben, hogyha beregisztrálták a CPNP-be és megfelel az uniós jogszabályoknak. Csak a helyzet az, hogy rendkívül sok olyan termék van a piacon, amely nem felel meg az uniós előírásoknak és nincs regisztrálva a CPNP-be, ami azért probléma, mert pont ez lenne a garancia arra, hogy véletlenül sem tartalmaz olyan tiltott összetevőket, melyek között lehet éppen rákkeltő összetevő is, ugye tiltott összetevő, ha már erre vonatkozik a kérdés. És különösen érdekes ez most mindezek annak fényében, hogy most már tudjuk 2024. február óta, és bizonyításra is került, hogy ezek a termékek képesek felszívódni a körömlemezen keresztül is. A bajt egyébként tovább tetézi, hogy a műkörmösök többsége nem tudja, hogy egyébként a termék, a márka, amit használ, az vajon biztonságos műköröm alapanyag-e, és mondjuk be van-e jelentve, be van-e regisztrálva a CPNP rendszerbe. És ennek alapvetően két oka van. Az egyik az, hogy gyakorlatilag én azt gondolom, hogy teljes joggal feltételezheti azt mindenki, így te is, minden műkörmös, hogyha valamelyik termék elérhető a piacon, tehát megvásárolható, az nyilván megfelel minden jogszabályi követelménynek. Hát igen, egy ideális világban, még egyszer mondom, ez lenne. Kicsit cinikus vagyok ezzel kapcsolatban, de inkább csak azt mondom, hogy a valóságot ismerem. Ugyanis a valóság inkább azt a képet festi, hogy kimerem jelenteni, hogy lassan több az ellenőrizetlen összetevőjű és nem biztonságos CPNP-be be nem regisztrált, a jogszabályoknak nem megfelelő géllak és műköröm alapanyag a piacon, mint amennyi egyébként a jogszabályoknak megfelelően van forgalomban. És ezt a kijelentésemet egyébként bizonyítani is tudom, de ezt majd az előadásom egy kicsit későbbi részében fogom megtenni. És egyébként ennek az az oka alapvetően, hogy hát aki ökög-makog egy két szót angolul, és van egy cége, az gyakorlatilag képes bármilyen terméket mondjuk távol-keletről, ugye Kínából importálni, műkröm alapanyagot, géllakot, és a probléma az, hogy amikor ezek a termékek beérkeznek az unió területére, akár például Magyarországra, senki nem ellenőrzi azt jelenleg, hogy egyébként megfelelnek-e az uniós előírásoknak, és beregisztrálásra kerülnek-e a CPNP rendszerbe, mely ugye garantálja azt, hogy ne legyen benne tiltott összetevő, és még sorolhatnám ugye rengeteg dolgot, amit eddig elmondtam. És ezt senki nem ellenőrzi jelenleg. És ez olyan méreteket öltött, hogy az Európai Bizottság 2022-re előirányozta azt, hogy létre kell hozni egy olyan rendszert, ahol az EU vámhatárán az informatikai rendszereket összekötik a CPNP rendszerrel. És így, ha például Kínából jön egy géllak, amit szeretne valaki behozni, vagy szeretne beimportálni az unió területére, akkor a vám ugye ez meg fog állni, hiszen le kell vámolni. Ezzel egy időben a vám meg tudja nézni a CPNP rendszerbe, hogy be van-e regisztrálva, hiszen ne feledjük, a CPNP-be előzetesen beregisztrálásra kell, hogy kerüljön a termék, hogy a piacra kerülhessen. Ha be van regisztrálva, akkor tovább engedi, ha nincs beregisztrálva, akkor azt mondja, hogy stop, ide többet te ne, és egyébként vissza, ahonnan jöttél, vagy megsemmisítünk, vagy nem tudom én, elégetünk.
Szóval jelenleg az a helyzet, hogy ez 2022-re volt betervezve, hogy működésbe lép, és most 2024 év végét írjuk, de a rendszer még mindig nem működik. És pont két hónapja olvastam egy cikket, ahol szakértők azt mondták, hogy még a legoptimistább becslések szerint sem kerülhet erre sor 2028 előtt. Szóval, ha valaki abban bízik adott esetben, hogy majd hatósági oldalról és szabályozási oldalról ellenőrzésre és megoldásra kerül ez a probléma, sajnos ő nagyot fog tévedni. A CPMP-re még ugye ígértem, hogy kitérek. Nagyon röviden, a CPMP egyébként az nem más, mint a Cosmetic Products Notification Portal, vagyis magyarul úgy fordíthatnánk, hogy a kozmetikai termékek bejelentési portálja, és a lényeg az, hogy minden kozmetikumot, így műkörön alapanyagot és géllakot is, még a forgalomba helyezés előtt az Unióba be kell regisztrálni ebbe a rendszerbe, és rendkívül sok olyan adatot meg kell adni, mely pontosan azt hivatott szolgálni, hogy a termék biztonságos legyen, és véletlenül se tartalmazzon ilyen-olyan tiltott összetevőket. No de, vissza az eredeti témára. Ugye az sem segít az importőr, végtelen import lehetőségén túl, hogy megjelentek az ilyen-olyan kínai nagy online platformok is. Gyakorlatilag most ott tartunk, hogy bárki saját magának közvetlenül mindenféle importőr és forgalmazó segítsége nélkül képes megrendelni a kínai termékeket, gyakorlatilag direkt be ezekre a honlapokról, és a természetesen ezeknek senki sem ellenőrzi, megint csak azt tudom mondani, a megfelelőségét, a CPMP regisztrációról meg hírből se hallottak. Hát ez az egyik probléma, ami miatt a műkörmösök egyébként nem tudják, hogy az adott termék, amit használnak, valójában biztonságos alapanyag, mert ugye joggal feltételezik, hogy az. A másik pedig az, hogy nem tudják, mi az a CPMP. De tegyük fel, hogy tudják. Sőt, tudjátok, most, hogyha elkezd majd ez a videó terjedni, akkor megtudják, hogy mi az a CPMP. Csak a probléma az, hogyha tudják is, egész egyszerűen nincs hozzáférésük a rendszerhez, és nem tudják azt leellenőrizni, hogy az általuk használt termék az egyébként be van-e regisztrálva a CPMP-be. Ezen a dián konkrétan ti vagytok az a hölgy, aki próbál átnézni a kerítésen, mert a túloldalt ott van egy igen jóképű, kigyúrt testű úri ember, esetünkben legyen ő a CPMP, hát így igyekszünk megkukucskálni, csak nem nagyon sikerül. És ez tényleg abból adódik, hogy sajnos ez a rendszer, ez nem publikus, hogy miért, egyébként nem tudom. És megmondom őszintén, dühít és fel is háborít, mert mindenki érdeke lenne az, hogy meg tud győződni arról, igen, az a termék, amit használsz, biztonságos, nem tartalmaz tiltott összetevőket, és egyébként regisztrálva van ugye a CPMP rendszerbe. De hát itt jövünk mi a képbe. Ugyanis, kedves hölgyek és urak, a helyzet az, hogy nekünk, mint Mystic-nél ez, mint műköröm alapanyaggyártó, kötelességünk, ugyebár minden egyes terméket bejelenteni a CPMP rendszerbe, mielőtt még forgalomba helyeznénk. Ezáltal viszont rálátásunk van minden egyéb termékre és márkára, hogy mi szerepel a CPMP rendszerbe, és mi az, ami nem szerepel. És így csatolok vissza arra a kijelentésemre, hogy egyértelműen tudom és bizonyítani is tudom azt, hogy egyébként több lassan az olyan termék, géllak, műköröm alapanyag az Unióban és Magyarországon, ami tehát jogellenesen, gyakorlatilag illegálisan és mindenféle CPMP regisztráció nélkül van forgalomban, mint amennyi a jogszabályi megfeleléseknek adott módon kerül forgalomba. Szóval, hogy van baj, nem kevés, ezt azért elmondhatjuk, de a helyzet az, hogy mi ezen a status quo-on most egy kicsit változtatunk. És úgy döntöttünk, hogy betekintést engedünk a CPMP rendszerbe bárkinek, így neked is. Indirekt módon rajtunk keresztül, mivel ugye nekünk van hozzáférésünk. Így tehát, ha te szeretnél arról megbizonyosodni, hogy az általad használt termék, bármilyen márka, bármilyen terméke legyen, egyébként biztonságos műköröm alapanyag-e, véletlenül sem tartalmaz tiltott összetevőket, és be van regisztrálva a CPMP rendszerbe, akkor itt vagyunk mi, és ebben segítünk neked. A közvetlen az előadásom után meg fog jelenni a honlapunkon gyakorlatilag egy aloldal, ahol egy nagyon rövid form kitöltésével, ha megadod a nevedet, az e-mail címedet, amire egyébként majd a választ küldjük, megadod a termék nevét, amit szeretnéd, hogy lecsekkoljunk, leellenőrizünk, hogy benn van-e a rendszerbe, és egyébként a termék címkén olvasható gyártó forgalmazó nevét kell még megadni, ez alapján mi le tudjuk futtatni a keresést, és a szűrés eredményéről screenshottal, bizonyító erejével alátámasztva elküldjük neked e-mailbe az eredmény, bármi is legyen az. És innentől kezdve bizony nem lehet most már sumákolni. És ha téged kicsikét is érdekel, hogy vajon be van-e jelentve az a termék, akkor meg tudod tenni ezt az ellenőrzést saját magad, gyakorlatilag a mi segítségünkkel. És szerintem érdekel. És azt is elmondom, hogy miért.
nem tudok szó nélkül elmenni azon jelenség mellett, amivel egyre gyakrabban találkozok, ilyen-olyan nyilván körmös tematikájú Facebook csoportban, amikor kijön egy hasonló poszt, hogy nézzétek, én ezt a kínai terméket használom, és bár kínai és rettentően olcsó, de nagyon minőségi. Nem akarok ezzel vitatkozni, engedjétek meg viszont, hogy a minőségnek minimum két aspektusát hagy világítsam egy picit meg. Szóval, hogy az én olvasatomban a minőségről tudunk beszélni egyrészt, mint minőségi faktorról, a felhasználhatóságot és a termék jellemzőket illetően. Tehát milyen jó, mennyire jó használni azt a terméket, mennyire kényelmes, milyen a terülőképessége, mennyire jó köt át, milyen a pigmentáltsága, mennyire biztosít tartós viseletet, és a többi, és a többi. Viszont van egy másik minőségi faktor is, amit nem biztos, hogy túl sokan figyelembe vesznek, ez pedig az a minőségi rész, hogy vajon a termék összetevőinek milyen egészségügyi kockázatai és következményei lehetnek. És azt gondolom, hogy ez utóbbi talán egy kicsit nagyobb súllyal is esik latba, vagy nagyobb súllyal kellene, hogy latba essen. És a faramuci helyzet itt következik. Ugyanis képzeljétek el, és tudjuk, mert teszteltük, hogy nagyon sokszor azok a termékek, amelyek egyébként nincsenek beregisztrálva a CPNP-be, nem felelnek meg a jogszabályi követelményeknek, és tiltott összetevőket tartalmaznak, gyakran ezek a termékek sokkal jobbak minőség szempontjából, és könnyebb őket használni, és jobb termék tulajdonságokkal rendelkeznek, pontosan ezen tiltott összetevők jelenléte miatt. Az más kérdés, nyilvánvalóan, hogy mondjuk majd 10, 15 vagy 20 év múlva, vajon a műkörmösöknek, vagy épp a vendégeiknek hány százaléka lesz valamilyen indokolatlan nyavaja áldozata, mondjuk egy ellenőrizetlen termék veszélyes összetevője miatt. Azt azért szeretném megjegyezni, hogy természetesen rengeteg olyan termék és márka létezik a piacon, amelyek minden felhasználói igényt kielégítenek, és egyébként megfelelnek az összes jogszabályi követelménynek, be vannak regisztrálva a CPNP-be, és nem csak a Mystic Nails-ről beszélek, hanem tényleg számos más márkáról. De azt látnotok kell, hogy ezek a márkák jellemző, meg ezek a termékek nem az olcsó kategóriát képviselik. Hiszen teljesen logikus, hogyha nem használsz tiltott összetevőket, azok helyett más valamit kell használni. Ez rengeteg kutatási, fejlesztési költség. Ha meg szeretnél felelni a jogszabályi előírásoknak, azokat követni kell, és rengeteg adminisztráció, rengeteg eljárásbeli költség, amit meg kell fizetni. Vagy ha be akarod regisztrálni a terméket a CPNP-be, el akarod hozzá készíteni a termékinformációs dokumentációt, biztonsági értékes, biztonsági jelentést, és a többi, és a többi, ez mind-mind óriási költségek, ezek százezrek, akár milliós tételek is per termék, per szín. Gondoljatok bele, hány géllak színünk van per szín. Na most, aki nyilván ezeket a költségeket nem fizeti ki, mert épp lekukantja a CPNP regisztrációt és nem foglalkozik a termék összetevőivel, az megspórolja ezeket a költséget, és természetesen árban is kedvezőbb alternatívát tud nyújtani. Más kérdés, hogy milyen áron. És hogy ezt az árat egyébként majd a végén kifizeti meg. Én erre egyébként azt szoktam mondani, ami ezen a dián is van, hogy ez Alice csodaországban, ha esetleg nem látná valaki, egyik is írtam. Szóval, hogy az Alice csodaországban ez egy gyönyörű mese. Egy dolgot kell viszont ezzel kapcsolatban tudni, hogy ez egy mese. Mire akarok ezzel célozni? Szerintem érdemes elfogadni azt a tényt, miszerint nincsenek csodák. Bár nagyon szeretünk benne hinni. De ez nem Alice csodaországban. Ez a való élet. És én velem majdnem 20 éves nemzetközi kereskedelmi tapasztalat mondatja azt, teljesen őszintén, hogy amikor valami nagyon olcsó, akkor az garantálható, hogy ott valami minőségbeli probléma lesz. És lehet, hogy ez nem a felhasználhatóság és a termék tulajdonságok tekintetében ütközik ki, hanem éppen az összetevők esetleges egészségre gyakorolt káros következményeinek vonatkozásában merül fel. A zárszom pedig az, hogy teljesen őszintén nem irigyellek titeket. A legkevésbé sem irigyellek titeket. Ugyanis titeket, műkörmös szakembereket irdatlan nagy felelősség és teher nyom. Ugyanis gondoljatok bele, a vendég bennetek bízik, hisz ti vagytok a szakember. És ha adott esetben egy műkörmös, véletlen, nem biztonságos műköröm alapanyagot használ, akkor én azt gondolom, hogy a felelősség is őt terheli, hogyha adott esetben a vendégnek valamilyen egészségügyi problémája merül fel ennek vonatkozásában. És ez nem hibáztatás, ezek tények. És én azt gondolom, hogy egy professzionális szakembernek ezt a felelősséget is vállalnia kell, hiszen ezért is professzionális szakember ő.
Mert ne feledjétek, a választás jogával a felelősség súlyos terhe is mindig együtt jár. A választás jogával a felelősség súlyos terhe mindig együtt jár kéz a kézben, ha tetszik, ha nem. Főleg most, hogy már tudjátok az igazságot, illetve kideríthetitek az igazságot. Úgyhogy javaslom, hogy éljetek a lehetőséggel, és nézzétek meg, ellenőrizzétek le a mi segítségünkkel, hogy egyébként az az alapanyag, amit használtok, biztonságos-e, és csatlakozzatok a biztonságos műkörőm alapanyag programunkhoz.